A bankoknak kell bizonyítani, hogy a hitelszerződés nem semmis, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottságának tagja az Echo Televízió heti mérleg című műsorában. Varga István ezt a kúria július 4-én meghozott ítéletére alapozta. Eszerint, ha bizonyos feltételek hiányoznak a szerződésből, akkor az semmisnek nyilvánítható. Július 4-én hozott ítéletet a kúria az egyik bank ellen indított perben. A legfelsőbb bírói fórum semmisnek mondta ki a hitelszerződést, mert a pénzintézet nem tüntette fel benne költségként a folyósításkor és a törlesztéskor alkalmazott árfolyamrést. A jogtalanul beszedett összeg így visszajár a felperesnek. Ma nem a devizahitelesek vannak bajban, hanem a bankok vannak bajban. A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottságának tagja heti mérleg című műsorunkban azt mondta, ez szinte minden devizában elszámolt hitelszerződésből hiányzik. Bármelyik adós oda mehet a bankjához, vagy írhat neki egy levelet, amiben azt mondja, kérem szépen, a szerződésünk semmis, a semmiségre a polgári törvénykönyv szerint bárki határidő nélkül hivatkozhat, és arra külön eljárásra nincs szükség. Nem kell pert indítania ahhoz, hogy kimondassa, vagy ő maga kimondja a semmiséget, és a banknak kell bizonyítania azt, hogy nem semmis. A semmiség bejelentéséhez mintalevelek is készültek. Ezeket a pénzbiztos.hu oldalon találhatják meg az érintettek. A devizahitelesek érdekeit képviselő ügyvéd azt tanácsolja, mindenki figyelmesen olvassa el a szerződését. Mindenképpen kell valamit csinálni. Ha ügyvédet gyorsan nem talál, aki ebben képviseli, akkor magad uram, ha szolgád nincs elvi alapján, akkor nekik kell elkezdeniük legalább bejelenteni, hogy az ő szerződésük sem alkalmas arra, hogy joghatást váltson ki, az övék is van esélyre, hogy semmis, és hát aztán majd meglátja, hogy a bank mit válaszol. Az, hogy ez mekkora kiadást jelentene a bankoknak, pontosan nem lehet tudni. Ez függ például a kölcsön összegétől és a futamidőtől is. A devizahitelesek megsegítése a következő kormányülésen jövő héten szerdán újra napirenden lesz. Egyelőre annyit lehet tudni, hogy vagy egy rögzített árfolyam bevezetése várható, vagy pedig elengedik, illetve mérséklik az árfolyam különbözetből adódó többletköltségeket.